היום אנחנו בשיעור מיוחד בנושא האדם הוא עולם קטן. קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא ניתן למצוא באתר קבלה לעם, kab.co.il. Különleges leckém veszünk részt, amikor a témája a változatlanul, az ember mint kicsiny világkérdéseket feltalál a leckék során. Tehát még egyszer, a mai téma az ember mint egy kicsiny világ. Ahogy mi tegnap is megbeszéltük már, a téma az egy nagyon fontos és érdekes téma, kedves is, amit számunkra, nagyon attraktív téma, ugye, amely az elmét megpiszkálja, ugye a képzeletünket is felemeli, mivel ez egyértelműen a valóságérzékelésre irányul rám, ez egy legfontosabb dolog az életünkben, mivel amit elérünk a kabalán keresztül, az az, hogy minden egyes alkalommal egy újabb és újabb, mélyebb és mélyebb valóságérzékelési szintet, amíg el nem érjük azt, hogy az igazságot kezdjük el látni, a teremtőnek a nevét, a felső erőt, amely teljes egészében így érhető el a számukra, ezért a munkánknak a lényege valójában, hogy elérjünk egy olyan állapotot, ahol az ember, mint kicsiny világ érzékeltővé válik, és minden az emberen belül van, és azon túlmenően, ami nincs az emberen benne, nem is az emberben nem is létezik. És igazából most is ebben az állapotban vagyunk, mert mit jelent az, hogy az öt érzékszervem már érzékelt világ, úgy tűnik nekem, ahogy azt tegnap is megbeszélték, hogy öt darab ilyen kicsiny csövön keresztül, vagy modemen keresztül kapcsolódom valamilyen módon a valósághoz, és ezen keresztül én egy külső valóságot kommunikálok, de nincsen valóságban külső valóság, hanem az én öt érzékszervem az valójában nem azok, amelyek úgy ketén hallásnak, látásnak, ízlelésnek, stb. Érzékelek, hanem sokkal inkább a havajáról beszélünk a kabalában, ami a kibontakoztatása az új érzékszerveinknek, amikor a kapni akarásunk definiálja magát ebben a havajában, vagy ezen a havaján belül, feloszlik öt részre, és akkor megjelenik egy kapcsolat az öt rész között, és ez a kapcsolat, ezt nevezik úgy, hogy az emberi test. És az öt részen keresztül, amely az én belső havajám, én látszólag felfedezek valamit, amit úgy hívunk, hogy az én világom. Nyilván ez bennem létezik, még most is. Tehát mindezekkel a nagyszerű dolgokkal, amik úgy tűnnek, hogy kívül vannak a testemen, ezek mind bennem vannak. Ezek mind az én vágyaimnak a részei. És ezek úgy vannak demonstrálva, vagy nekem úgy demonstrálódnak, hogy mint a kívül lennének, de az ember így él, valójában az ember önmagában van bezárva. És a teljes fejlődés az a pillanatnyi valóság érzékelésből, ahol én valóban felosztom a világot, amit látom magam előtt, magamra és a többiekre, ugye a havajára, vagy a havajának a megnyilvánulására, amely gyakorlatilag idővel majd teljesen helyessé válik, ez a valóságérzékelés. Tehát ez az adja nekem azt az erőt, ami a kabala bölcsessége, vagy a valóságérzékes bölcsessége, azt mondja nekem, hogy hogyan érzékelhetem az igazi valóságot, hogyan fejlődhet ki bennem az igazi havaja, azok az érzékek, amivel az igaz való világot láthatom, tehát hogy kezdhettem el, egy másik fajta valóságot látni. Egyrészt kilépek az új valóságba, azaz fölé emelkedek a fizikai érzékszerveimnek. A havaja
amely mindent valóságérzékeléssel jelen nekem. Ez az, ahogy azt mi tanultuk, ez minden annak érdekében nyilvánul meg, hogy megszerezzek, azaz minden megvan limitálva a megszerzési vágyon belül. És aztán van egy másik fajta havaja, amely nem limitált be a valóságérzékelésbe, hiszen mindent a havaján keresztül érzékelek, tehát ugyanaz a havaja, csak nem azon a módon működő, mint ahogy eddig láttuk. Ez egy másfajta módon, másfajta valóságérzékelés működtet, ami fölötte van az előzőnek, tehát ugyanaz a havaja, de ahogy ezt mondtuk, van egy szűrő, a vágyon, hogy visszavert fényt emel, ez a szűrő a teremtő felé, és akkor ebben a havajában beöltözik a teremtőnek az eredeti fénye, és én elkezdem érzékelni folyamatokat, elkezdek állapotokat érzékelni, definíciókat, melyek, ahogy azt mondtuk, egy különböző belső stílusban nyilvánulnak majd meg, de fölemelkednek az eredeti vágyaimnak. Tehát minden, ami bennem van, az pontosan külsőleg nyilvánul meg. Tehát nem annyira nehéz ezt felfogni minden egyes ember a világban, ha ezt elmagyarázzuk lassan, elkezdheti ezt a dolgot megérteni és felfogni, és ha meg is értette, akkor elkezdheti elfogadni, mert ez így működik, ez így van, és a hatás ennek az lehet, ahogy látjuk, hogy nagyon sok tudós beszél erről a világban, és Bálaszán le is írta, hogy minden egyes észszerűen működő ember egyet fog azzal érteni, hogy amit kívül lát, az belül van. Ezt a Zohár könyvéhez írt bevezetőben leírta. A kabbalisták nem sokat beszélnek erről a múltban, mert nem hiszem, hogy az volt a céljuk, hogy az embereket ezzel összezavarják. Természetesen nem akartak zavart kelteni, nem akartak olyasmit mondani, ami a más többi embereknek használhatatlan információnak tűnnek, hanem a mi időnkben, amikor a tudományok elkezdtek kifejlődni és beszélni a valóságról, akkor valóban értékes lehetett a számunkra, hogy ezeket az információkat még jobban használjuk, és mindent a havaján keresztül tudjunk megragadni, és bármit is ez a havaja megszerzett, a havajának ez a fajta érzés, a vágynak ez a fajta érzése, amely el van rendezve ebben a világban, olyan, mintha ez a havaja egy olyan pozícióban dolgozna rajtunk, hogy minden fölémelkedne a szűrőn keresztül és a visszavert fényen keresztül, és ezt már úgy nevezzük, hogy egy felső világ. Ami a mi számunk azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk elmagyarázni önmagunknak, és elképzelni is képtelenek vagyunk, hogy lehetséges az, hogy a Tóra valójában egy emberről beszél, az egy emberben ezelőtt folyamatokról egyfelől, másfelől pedig mindenki ugyanannak az Ádámnak a része, a teljes valóság ezen keresztül itt tárul fel, és az embernek ezt személy szerint kell megragadni, ez úgy tűnik a számomra, mindenki számára, hogy mindenki egyéni részként létezik, mert még nem tudtuk ezt a két valóságérzékelést, vagy ezt a két érzéket összerakni. Nyilván lehetséges erre erőfeszítést tenni, de ez még hiányzik a belső orientációnk, és reméljük, hogy hamarosan ezen majd túlhaladunk. Tehát mit akarok mondani? Hogy elfogadva annak a valóságérzékesítő az ember egy kicsiny világ, élővé kell tennünk magunkban, hogy ez helyesen irányozzon bennünket, helyesen tegye meg, vagy adja meg a valóság felfedezésének a módját.
hogy kijöhessek a fals valóságérzékelésből az igaz valóságérzékelés felé, tehát megtessek egy lépést, és ez fogja meghatározni az összes cselekedetet és mindent, amit nekünk kezdenünk kell önmagunkkal, hogy elérhessük a valóságérzékelését, melyet úgy hevezzünk, hogy felfedezzük a teremtőt, hogy valóban összetapadásban lesünk a teremtővel, és mindezek a szlogenek, amikkel beszéltünk, ezek mind a valódi, amelyeket most borzasztónak gondolunk, a valódi valóság felfedéséhez adnak eszközöket, és nekünk el kell fogadnunk a bajokat is, azt mindenféle kétség nélkül el kell fogadnunk a teremtőnek a megközelítését. Ez egy elvi megközelítés, mondja Rav, amely elvezet bennünket az úton. És nyilván ezt a magyarázatot ott is megragadhatjuk, kifejtetjük. És ezen keresztül felismerhetjük, hogy ez a megközelítés, hogy az ember egy kicsiny világ. Ezen keresztül a problémáinkat is megoldhatjuk ám, mert mondjuk nézzétek meg a vallásos és nem hívő embereket Izrael földjén. Mennyire rossz mind a kettőnek a valóságérzékelés, ami pedig mi vagyunk a valóságérzékelés helyes pontján valahol középvonalon, ahol mind a két szélsőség valóban egyformán látszik, összekapcsolható, megmagyarázható, és nincs is különbség köztük, mivel a vallásos emberek, vallásos valóságérzékelés perspektívája helyes, és a másiknak a perspektívája is helyes. Tehát a kabala bölcsessége feltárja, hogy minden ember számára, aki fel akarja tárni, hogy mi történik, ezért mondjuk azt, hogy nekünk a Tóra szemei, Tórát kell kinyitni az ember szemére. És ezen módon az egész világot el tudjuk magyarázni, és akkor ki fog derülni, nincs is különbség nemzetek között, fajok között, vagy karakterek között, különböző emberek között, és általában nincs jó vagy rossz megközelítés, hanem minden egyetlen hatalmas spitas testnek a része, amit egyfelől fenn kell tartani, másrészt pedig tudnunk kell azt is, hogy tudjuk fejleszteni, és a háború kizárólag a szeparáció ereje felett szabad, hogy megtörténjen. Tehát elvileg ez egy nagyon fontos elv, folytatjuk erről a beszélgetést, hogy még jobban megbeszéljük ezt, és nézzük meg, hogy mit tárnak föl az idézetek továbbra is számunkra. Egyes idézet Toldotról, hogy ez volt Izsák generációja. Mindenki, aki a Tórával foglalkozkodik, az fenntartja a világot, és minden egyes működését a világnak egy megfelelő módon. Egyetlen szerv sincs az emberi testben, hasonló ahhoz, hogy egyetlen szerv sincs az emberi testben, amely ne a világ teremtésének megfelelően működne. És ez azért van így, mert az emberi test szervekre osztható, és mindegyikük szintről szintre van összeépítve, stabilizálva egyik a más, az alapját az egyik szerv a másiknak, és az egész testnek, és ha hasonlóan a világ, azaz minden teremtés, a teljes teremtés a világban, ez ilyen szerv szintenként kapcsolódott össze, amikor, és egyetlen hatalmas testet képeznek, és amikor ezek korrigálva lesznek, akkor egyetlen testet lehet érzni. וכאשר יתקנו כולם, יעשו לגוף אחד. תורה זה נקרא חלוקה האידיאלית. קוצו של יוד, יוד קי וו קי, של כל הרצון לקבל שהבורא ברא, עם כל האור הפנימי. שחקנו הקורש, amit a teremtő megteremtett, a teljes ópt, mi a belső fény, az így tölti ki a vágyat. És azok a részek, az az öt része a Tórának, amelyek megfeleltethetők ennek a havajának. Ahol ez a fény és az edény megjelenti a Tórát, azaz minden, amit a teremtő, a teremtésnek dedikált, mind a vágy, mind a fény szempontjából.
Ezért a teljes munkánk az a Tóra elérése, azaz ennek a teljes klínek az elérése, a teljes fénynek az elérése, amely egy egységként dolgozik. Moti Mór. Ha minden rajtunk kívül van, és mi azt a formát látjuk, amit? Hogy néz ki a belsőség? Hát ezt látod most. Na de ez ugyanaz, ugyanez a, az én fizikai formámon belül ez. De én azt gondoltam, hogy, hogy bennem a korrigált állapot van. Mire gondolsz, hogy benned? Hol a tüdőd, vagy mire gondoltál a májad? Nem, természetesen nem erre gondoltam, nem az volt a lényeg. Tehát akkor, mivel minden, amit te el tudsz képzelni a körülölő világról, az minden a te kapnakarásodban ábrázolódik, azon belül ábrázolódik, és soha nem lépsz ki belőle, ez a lényeg. Ami kívül van rajta, az a te kapnakarásodon kívül van, az a teremtőnek az átszmótója, az a primordiális gyökere a létezésnek, ezt nem tudod megragadni. Oké, de én különböző dolgokról beszélek, tehát látom a hegyeket, a repülőgépeket, az állatokat, ezek formák, az a te kapnakarásodban ábrázolódnak. Ma mondjuk valaki kifejlesz egy újabb nagy gépet, mindenféle más dolgokat, vagy egy csillag fölrobban, néhány ember meghal, bármi, ami történik, ez mind benned történik. Mind a te kapnakarásodban. De akkor miért mondjuk azt, hogy akkor ez képzetes? Tehát például a halál. Képzetes, mert te úgy képzeled, hogy kívül történik rajta, ez hívjuk képzetesnek. Oké, na de hogyha ez belül van, akkor mi látjuk ezt kívül? Azért látjuk kívül, mert belül történik ez. Tehát benéz egy tükörbe, ez olyan a hiba. És te azt látod a tükörben mondjuk, hogy te benézek a tükörbe, itt a tükröm, jól nézek ki benne, mondja Rav. Egy tükröt, belezek a tükörbe, és egy arcot látok benne, és azt mondom, hogy úristen, ki ez? Szemüvege van, szakálla, micsoda arca, visszataszító nekem. Akkor ez én vagyok, vagy ez a kép bennem keletkezik? Akkor ez az én vagyok, vagy a képem? Nem értem a problémádat. Ó, ezt értem, mondja a Moti Mór. Oké, tehát, amit ez neked mond, hogy van a, azt mondta Bálát Szalám, hogy van egy polírozott tükör az elmét hátulján, ezt a tükrön vetődik vissza minden. És ugye egy belső tükör kell, hogy belülről láss mindent. Oké. Na jó, de akkor van egy állapot, akkor kívül, amit látok, annak van egy korrigált állapota is. Mindezek a kabbalisták, akik az őseink voltak, azok bennünk vannak, ők egyetlen havaját képeznek bennem, és ők természetesen segítenek nekem az időn túlmenően, hogy korrigáljuk a valóságérzékelésünket. Hát nincs, nem tudok erre többet mondani, hát gondold végig. Hát gondold végig ezt. Minden benned van. Egyébként fantasztikus nehéz ez. Dimitrov Moszkvából kérdezi, mi a viszony a tízes körben való valóságérzékelésünk, az összes cselekedetünk, mondja Rav? És amin keresztül fejlesztjük a valóságérzékelésünket, egy emberként egy szívvel összekapcsolva bizonyos edényeinket, tehát minden, amiről a Tóra beszél, az mind arról szól, hogy ezt a havaját, mert mit is mond? Hogy haldó Izrael, hogy az Úr, a havaja, az a te Istened, és az egyetlen Isten. Tehát egyetlen havajáról beszél. Tehát minden parancsolat, a vágy korrekció, hogy hogyan kell egyetlen havajába kapcsolni őket, nincs többről szó. Ez a havaja név, tehát a Jud-Hé-Vav-Hé,
az a teljes valóság önmagában. Oké, tehát akkor folytatva a kérdés, akkor mi az én tízes körben betöltött szerepem a saját világomban? Az a saját valóságomat segít fókuszálni önmagamból kívül. Tehát mit jelent az, hogy hozzájuk kapcsolódok, belefogadom magam abban, amik ők? Tehát egy olyan alternatívát ad ezt, hogy elérjek egy állapotot, hogy minden bennem van. Hogy ezt érzékem, és ne csak tudjam, mert valaki mondta. Tehát mi azt tanuljuk, hogy az a kép, ami kívül van, az valóban belül épül ki. Így van. De annak érdeke, hogy meg tudod vizsgálni ezeket a részleteket, az jó, hogy kívül látod, mert így ezáltal valóban, mint egy ilyen nagyítóüvegen keresztül nézed, hogy mi van benned. Mert különben nem látnád a saját arcodat, mert a saját magadon keresztül nem látnád ezeket a külső karaktereket, a viszonyokat így megvalósulni, mert ennek a minőségnek, annak a minőségnek az összeütközését is meg tudod vizsgálni, nem ismernéd fel ezeket. Ez egy hatalmas kegyelem. Oké, tehát a kérdés, hogy az a kép, amit kívül látok magamon, ez... A 10 barátom által befolyásolva, nem? Tehát van egy belső ábrázolásnak, Judának, Shine-nak és a többieknek, de nyilvánvalóan ezt befolyásolják azt a képet, ami bennem van. Tehát nem csak az egyik, ami történik benne, persze minden benne történik, mondja Rab, de rajtuk keresztül az, ami kívül van, valóban egy sokkal erőtesebb belső érzésként befolyásolnak téged. Tehát ők is te vagy valójában, de amikor ők kívül vannak rajtad látszólag a te képzeletedben, vagy, akkor egyszerűen te számodra befolyásolni őket, és azon keresztül befolyásolni magadat, mert te közvetlenül nem tudod magad befolyásolni. Tehát én nem tudom magam korrigálni, ezt ezzel megbeszéltük, de amikor jönnek a barátaink, és én velük együtt, ők nyomást gyakorolnak rám, meg rájuk, ezen a módon valóban korrigálni tudom magam. Tehát mi az egész világ? Ez egyfajta eszköz, amelyen keresztül én korrigálom a belsőségemet, egyébként azt nem tudom korrigálni magam. Főleg nem közvetett módon. Tehát itt vannak rétegek bennem, a legbelsőbb réteget nem tudom korrigálni. Tehát minél külsőbb a réteg, az ásai növényes át és beszélő szinten, amit kívül látok magamon, ez rajtuk keresztül magamat korrigálom, mi a belsőségemet, ilyen módon a legbelsőbb rétegeimet korrigálom. Ennyi. Tehát ezek mind bennem vannak. De idővel majd úgy fog nekem tűnni, hogy kívülre kerül. Ideig még úgy fog tűnni nekem, hogy kívülre kerültek. Ezen a módon tudok rajtuk dolgozni. Kérdezni akarsz kezdve valakit a Sáj. Oké, na de miért van ez a megkülönböztetés a rész és az egész között? A korrekciónak a személyes jelensége után, ami abban nyilván meg, hogy a testünk az fel van osztva részekre, ahol minden rész, minden alkalommal egy különleges korrekciót jelentenek. Ezek Rabbi Simon bennem, Rasbi, Bálha Szulám, Rabas, ezeket ősapáknak nevezzük, vagy apáknak, vagy fiúknak. Ezek a korrekciók, Jasár Kel, ezek a világ nemzetei, ezek mind bennem vannak, és én tudom elrendezni a saját valóságérzékelésemet olyan módon, hogy elérjem a személyes korrekcióm végét ezáltal, azaz, hogy a bennem lévő részek, amelyek úgy tekinthetők, hogy még külsőbbek, ezek még nincsenek korrigálva, és akkor elérek egy másik állapotot, ahol el tudom kezdeni őket korrigálni, sőt, korrigálom is, egy olyan módon, ez mint egyetlen test lenne. A Zohar elmagyarázza számunkra nagyon egyszerű módon, mert ő azt mondja, hogy egy habad, hagad, nehi, az egyszerű 10 felosztása, ugye, az edények, és ezen a módon elérem a korrekciót. Sáj. Tehát összerakok egy puzzle-t, és amikor összeraktam, akkor
akkor a saját darabomat odarakom az általános puzzlebe. Ez igaz. Tehát nekünk azt kell látnunk, hogy a havaja, van a jud, a hey, a vav. Tehát minden egyes rész valójában a havaja, tehát a jut, hey, vav, hey-nek valamelyik rétege. Tehát az egyéni korrekciónak a vége, amikor a saját korrekciódat befejezed, ugyanakkor viszont a teljes edény korrigálódik, tehát a Haggad és a Nehi az általános havajának megfelelően is korrigálódik, tehát nem minden részedet te magad korrigálod, és nem is fog minden föltárulni a korrekciódat, de érdekes végig gondolni mindezt. De ez megzavaros lehet, mert ezek a korrekciók jönnek, mennek, ez egy szoftver, amit a teremtő alkalmaz rajtunk, mivel ezen túlmenően mi, amit érzünk, az, hogy mintha egy kicsit jobban az úton lennénk, mintha egy kicsit boldogabbak lennénk, és valóban az igazsághoz jobban kapcsolódnánk. Szent Péter vár. Szent Péterrel egy kérdés. Ahogyha a tízes kör az én szűrőm, akkor hogyan fejleszthetem ezt? Fordítják Héberre. A séria az a masszach. Megismételtem a kérdést. Tehát hogyan fejlesztem, ha a tízes az én szűrőm? A kapcsolatomon keresztül a tízessel. Tehát ez, egyszerűen ez a korrekciónak a módja. Tehát, hogyha az általános és a rész egyenlő, akkor nem kell ezt a széles valóságot, ami a világnak tűnik a számomra korrigálni, illetve az én számomra, hogyha én a tízes körön belőle fókuszálok, tehát végső soron az összes probléma és bajok felett eljutok a tízes körhöz. Hogyha én a tízes körre fókuszálok, akkor valójában nekem arra van szükségem, hogy felgyorsítsam a dolgokat, hogy adakozzak minden irányába, ami kívül van a tízes körömön, de nyilván be is kell lépnem egyfajta pontba. Gilad. Előzőleg mi beszéltünk arról, hogy milyen a valóságérzékelése egy hívő és egy nem hívő embernek. Elmagyarázni ezt egy kicsit részletesebben? A szekuláris az minden materiálisnak lát, hogy nem hívő emberek, akik különböző pszichológiai, fiziológiai, filozófiai elméleteket öltenek egymásba. Ez az utca emberének egyébként nagy része így érzékel a világot. A vallásos valóságérzékelés pedig valahol azt mondja, hogy van egy felső erő, aki mindenféle dolgokat küld nekünk, amit küldjön egy táviratot, ezt a Tórának nevezzük, a törvények könyvének, ezeket a parancsokat, amiket elküld. Nekünk tanulmányozni kell és megtartani ezeket. Még ezek elsősorban testi parancsolatok, ezek így most kezet, úgy vágd el az állat torkát, stb. Ezek a vallásos szabályok. A kabala bölcsességének az érzékelése az az, hogy minden az emberben van valójában, nincs külső érzékelés. Tehát hiába látjuk a külső világot, nincs külső világ. És az összes gondolat és vágy az tulajdonképpen a négy betű formában jelenik meg a Jud-Hej Vav-Hej-ben, ugye, amely egy meghatározott mintázata a felső erőnek. Ez építi ki az én belső világom, amikor ezen a módon rendezem meg, akkor én teljes egészében elrendezem a gondolataimat, irányultságomat és dolgaimat, minden bennem van a havaja formájában, elérem a korrekciót ezáltal, ez az embernek a munkája, és idővel, amit mi gondolunk, vagy amit az ember valójában lát a világban, mindent, amit a létezésben meg tud ragadni, azok egy korlátozott valóságérzékelést tesznek lehetővé. Tehát, amit mondani akarok, ez a fajta világérzékelés
Valójában hasonló nagyon mindenki számára, mert maga a világ, ezek, itt nem kell figyelme venni semmilyen részletes valóságérzékes, hogy jobb és bal vonal. Tehát mi mindig olyan struktúráról beszélünk a valóságnak, amit egy egységes formában kell magamra venni. A valóságérzékelése minden egyes embernek, az, hogy minden embernek el kell képzelnie azt, hogy az egész valóság az emberen belül zajlik. Ezen a módon meg kell próbálnunk közös alapra vinni mindent. Tehát nem kell együtt értenünk senkivel, sem a vallásossal, sem a nem vallásos emberrel, tehát a világi emberrel, hanem mi a vágyakról beszélünk, ezt is kell megtartanunk, amely gyakorlatilag egy alapvető erő a vágynak az ereje. Ez az erő, az a természet, hogy hogyan kell ezt az erőt egy állandó módon elrendezni. Tehát, hogy van ez a rendszer, amelyet vágyaknak nevezünk, hogy ezek valóban egy belső kapcsolaton keresztül teljes egyetértésben kapcsolja az összes részt. Tehát semmi nincs leírva, hogy mi a helyes, mi nem a helyes. Tehát itt minden gyakorlatilag körbeér. Tehát, hogy mindenféle részek, a vágynak a különböző részei az emberen belül hogyan egészítik ki egymást, hogyan egészítik ki, magyarabb. És ezért csak ez a valóság érzékes fog a végén létezni, amit a kabala hordoz. Cika. Ön azt mondta itt, hogy az egész tóra, ja, így van itt leírva, bocsánat, hogy a tóra részei egyetlen testé kapcsolódnak össze. Ez egyetlen vágy. Egy vágy lett megteremtve. Ez a vágy az, ami az összes részt elrendezi, magába foglalja egy teljes módon. Oké. Okay. Tehát a kabbalisták mindig a világ korrekcióban beszélnek, és mit jelent az, hogy mégis egy testé van kapcsolatban minden. Ezek a kapnakarás rétegeinek a visszakapcsolását jelentik, és ennek megfelelően az ember, ahogy ezeket a rétegeket visszakapcsolja a valóságérzékesbe, fogja korrigálni, amit megtalál. Tehát a korrekciónak az okám, tehát nyilván van 10 tanítvány, ezek egy helyre elutaznak, ugye vannak közelebbi csoportok, távolabbi csoportok. Tehát amit mi látunk a fizikai szemünkkel, valójában azonban csak egyetlen havaja van, a Jutév Vafélnek egy mintázata, ami önmagában vezérli az egész világot, elérve a tökéletességet mindabban, amit felépít. És a feltárulása a szabad választásnak minden egyes ember irányába, az részletekben jelenik meg. Tehát minden egyes vágy és a havaja, amiről itt beszélünk, az kicsiny pontként viselkedik, amely idegen ennek a fajta vágynak, amely tulajdonképpen azt követeli, hogy válasszuk ki az implementációt, az alkalmazását. El tudja dönteni ez a vágy a belső érzékelésen belül. El tudja dönteni, hogy az általános vágyakhoz képest hogyan épül fel, és hogyan kapcsolódik oda egy helyes módon, hogy kiegészítse az összes többi vágyat, amivel össze van kapcsolva. Ez egy kifejeződés a szabad választásnak az adott vágyon belül. Oké, de mi tanuljuk, hogy mindenki egyetlen léleknek a része, tehát ha mindenkinek megvan a saját vágya, nem? Tehát ezt nem kényszerítve van, hanem egy egyéni vágya van mindenek. Tehát nincs kényszerít, de akkor hogyan működik ez? Hogy kell? Tehát akkor minden rész önállóan működik? A teljes valóságérzékes emberről beszélünk. A mi valóságérzékelésünkben mi még nem tudjuk összekapcsolni, összekötni a valóság összes elemét, amit érzékelünk. Tehát vannak egyéni, tehát mindenféle tereken és időkben vannak egyedi vágy megnyilvánulása, amikor össze kell kapcsolódunk. Oké, na de az, hogy egy vágyjá válik minden, ez azt jelenti, hogy minden a teremtő adakozási szándékában összekapcsolódik. Ez jelenti ez?
az, hogy egyé válik minden, az azt jelenti, hogy szívben és lélekben elérünk egy állapotot, ahol nincs én, vagy te, vagy valaki más, hanem egyetlen vágy van, amely hall, lát, stb. És ezeket az érzékelési, az Istennek az érzékeset nevezzük érzékelésnek. Ez a vágy így van elrendezve, pontosan ezen a módon. Ez a vágy a felső fény palotájává fog tudni válni, befogadó helyévé. Tehát ilyen módon ez a felső fény, amely megteremtette, ezt ki is tudja tölteni. Tehát mindenféle különbség nélkül fog egymáshoz viszonyulni a fény és az edény. Egyenlőek lesznek. Egy másik kérdés Szentpéterváról. Mit jelent az, hogy az én tízesem felfedezze Havaját? Hogyan kell ezt elképzelni? Abban a mértékben, amennyire képesek vagyunk összekapcsolódni a különbségek felett, a gyűlölet felett, amennyire képesek vagyunk konfrontálni, vitatkozni felett, tudunk fölé emelkedni, összekapcsolódni, és abban a mértékben egy érzésben leszek, hogy mi mindannyian egy Havajában vagyunk. Ehhez nekünk mindenkit el kell jutnunk a kapcsolathoz, de ehhez viszont elegendő, hogyha én úgy képzelek mindenkit el, a saját látásmódom, hogy össze van kapcsolódva, és ezáltal majd eljutok a Havaja a helyes felismeréséhez. Úgy, ahogy Rassi Josiben Kizma megtette ezt. Tehát az ő tanítványai mindenféle konfrontáció kommentek keresztül ő önmagában megértette, hogy a szeretet fed le mindent, a tanítványi edényét is, és akkor nagyon magas szintre emelkedett ezáltal, és nem is akart őket otthagyni, mert megértette, hogy a velük való kapcsolat az fontosabb, mint bármi más. Dima kérdezte Moszkvából. Hogy a barátok hogyan befolyásolják az én valóságérzékelésemet. Mindeközben a teremtő minden egyes vágyamnak egy független formát ad, tehát hogy képes legyek rajtuk dolgozni annak érdekében, hogy ezeket önmagamhoz tudjam kapcsolni szeretettel, és hogy kölcsönös szeretetet tudjak feléjük képíteni, és ezért, ami ebből következik, hogy nekem hogy kell az ő irányukban dolgoznom, ez azt jelenti, hogy nem tudom elérni a Havaját a különböző vágyaknél kapcsolat, tehát különböző vágyak összekapcsolása nélkül, és ez így működik a csoportban. Mi volt a kérdés, mondja rám? Ismételt meg a kérdés. Nos, meg nem ismételtem, meg hiába kérdeztem a Szásától. Tehát van egy része, amit nem tudok korrigálni, a kőszív. Ez a rész megvan a tízes körben is, és hogy különbözően ezt meg? Természetesen minden rész létezik a tízes körben, és aztán meg kell különböztetni, hogy mit tudunk korrigálni, mi az, amit nem tudunk korrigálni. A szeretet lefed minden bűnt, ez azt jelenti, hogy nem minden bűnt tudunk megérinteni a korrekció által. Elrejtjük őket, ez is egyfajta munkát igényel ám. A barátokkal, a feleség és a fér, tehát mindent félre kell raknia. Tehát ezeket most ezt a veszekedési pontokat nem érintjük meg, nem tudjuk, hogy ezt még teljesen kikorrigálni, de a korrekció felé haladunk, tehát
van egy olyan kutya, amit nem kell irítálnunk. Tehát hagyjuk őt a kutyaholban, és ez nagyon jó helyen van ott. Ezt eldöntik a férj és a feleség is, hogy ezzel nem fognak tovább veszekedni. Ez nagyszerű, amit van, ez valamit nem érintünk meg. Minden máson megpróbálunk összekapcsolódni, de ez valami, amit nem érintünk meg. Ezt így építjük föl, és ez ad nekünk egy másfajta perspektívát a valósághoz való hozzáállásban. Egyfelől azt mondja, hogy nekem ezeket kapcsolatra kell vinnem ezen a módon, másfelől pedig azt mondja ön, hogy rajtuk keresztül történik meg ez a barátokon keresztül ez a kapcsolat. Tehát hogy lehet akkor megragadni ezt a folyamatot? Hogy látom őket nagynak, hogyha rajtam is múlik, hogy ők hogyan korrigálódnak? Az a tény, hogy ők nagyszerűbb, azt kell látnom, hogy ők nagyszerűbbek, mint én, ez egy eszköz. Egyértelműen. Ahhoz, hogy eljussunk egy állapotba, ahol a teremtő mindent úgy rendezel, ugye tudjuk, hogy nincs más rajta kívül, mert anélkül, hogy a barátaimhoz helyesen viszonyulnak, hogy ők nagyszerűek, én meg egy kicsi komponens vagyok ebben, tehát nem tudok helyes érzékeléshez jutni a teremtőnek. Liog úr, hogyha az én valóságérzésekkel a korrekciója azon múlik, hogy olyan viszonyulok a barátaimhoz, ugye, ezt beszéljük, igen, de nem ezen múlik, de mindegy, mondja Rav. Hiszen az egész valóságot helyes módon látod, ha korrigálod a kapcsolatot a barátaiddal, de nem ezen múlik. Oké. Na, de ezt jelentik, hogy a teremtmények szeretetei, a teremtő szeretetei. Ez a helyes érzékelés. Tehát helyes módon érzéked a teremtményeket, helyes módon fogod a teremtőt. Oké. Tehát visszakadtél az, amit most tanulunk a valóságérzékelésről. Tehát ez ilyen statikus állapotba rakja a barátokat. Nem érdekel, hogy kicsodák, micsodák. Ha mindig ezt mondtuk, hogy mindenkit a teremtő reprezentánsának kell látnod, és azt kell látnod, hogy ő már valóban egy bábú, amit a teremtő irányít, ugye? A teremtő, mint a beledugná a kezét egy kesztyűbe, és nekem így kell ehhez viszonyulni, ők a teremtő maga. Oké, de még egyszer, itt van. De ha nincs választásom, ezt kell ne. Oké, na, de az nem azt jelenti, hogy az én barátomat úgy kell leírni, ábrázolni, hogy szabad választást valósít meg. Mert egyébként a teremtő fontosságát emelni így fel, vagy valami mást. Tehát, hogyha van egy gondolatom most, de minden a teremtő, ez világos, mondja Lior. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a teljes történet, amit most a valóságérzékelésben ábrázolunk, nem, de minden rabas cikk és minden más, amit felültünk tépet, az egész történet, Rabbi Yossi ben Kizma is, ő olyan embereket kell volt együtt, akik a Tórát tanulták. Nem volt itt egy nem tudom, olyan nagy feltétel. Ez egy feltétel, ez igaz, mert ezeknek az embereknek a segítségével magamat korrigálom, ez rendben van, magamat korrigálom. Tehát vannak olyan feltételek, amelyeken keresztül én a saját irányomat korrigálom, azon, ahogy látom a tízes kört, az én fejlődésemet, ezt is értem, de ez mindig nem rak engem abban a pozícióban, hogy én bármit akarnék tőlük. Tehát világos kell legyen számomra, hogy milyen módon irányoznak ezek a teremtő felé. Hát igazából nem kell tőlük elvenni semmit. Na, de akkor mit mond Rabas erről? Tehát hogyan inspiráljuk egymást, hogy hogyan működik? Tehát látszólag ez ellenmond egymást, mintha nem lenne szükség erre. Mindenki a teremtőnek a babája, akkor mit kívánjak tőlük? Nekik van címelőpontjuk. A teremtő ezt kívánja tőled, hogy kapcsolódj össze. Na jó, mert ott a viszonosság.
az, hogy te adakozol a barátnak, és választ kapsz tőle. Én ezt most nem értem, mondja. Szeretetet adsz magadból, a, és ezt kapod vissza. Ez lesz a válasz. Nagyon egyszerűen megpróbálom, hogy ez még egyszer. Eljutok a 10-es körömbe. Én látom, hogy egy csomó dolog ezzel azzal nem törődik. Akkor kell valamit mondanom, vagy nem kell? Mondj neki. Na de miért mondjak neki, hogyha a teremtő van mögötte? Azért, mert neked a helyzetet a teremtő teremti meg, ez világos a számomra. A helyzetet közötti feled a teremtő rajtuk ezt, oké. Okay. Na, de mit követeletek meg tőlük? A kérdés az, hogy... Tehát, ha bennem van az álmosság, minden bennem van, amit érzékelek. Na, ez vagyok én, lerajzol a helyzetet. És itt van az orrom előtt különböző barátaim. Nekem hozzájuk kell fordulnom, és azt kell kérnem tőlük. Tehát különböző formában hozzájuk fordulok, ez a 10 féra, jól látom. Miért is fordulok hozzájuk? Mert én vagyok a Malchut, ugye? Hát semmi nincs. Miért is fordulok hozzájuk? Annak érdeke, hogy választ kapjak tőlük. Mivel pontosan itt, az velük való kapcsolatban jelenik meg a fény. Tehát itt az én 10-es körömnek a 9 része. De ez a teremtő, minden ezen belül nyilvánul meg, ami a teremtő. Ez valójában a csoport és én. Ez a gúca. De én kívül vagyok a csoporton, tehát nekem hozzájuk kell viszonyulnom az első 9 kör. Akkor mit is kérdezel? Ha én, hogy kell dolgoznom, hogy viszonyok hozzák? Nyilvánvalóan ezen belül a teremtő van, van egy belső fény. Belső fény. Azért maga a teremtő, a Bore. Tehát az, amit összerakok ebben a képben, a kapcsolat részek között, ahogy én ezt meg összeszedem a barátaim között, ez van maga a havaja, ugye a teremtő mintázata. Ez az igazi kapcsolat. Nem a vágyat önmagában kell értékelned, hanem a köztük lévő kapcsolatot. Ez a legfontosabb dolog a számomra. Ebben rejlik a teljes belső minőség, amit el kell érnem. De az a nyíl, amit tőlem feléjük húzott, ez az én követelésem feléjük, hogy változtassanak. Tehát én őket úgy rendezem el, hogy őket összekapcsoltnak lássam, és én is kapcsoljak hozzájuk. Tehát nyilvánvalóan, oké, de az én hozzáállásom nem. Hát persze. Tehát a kérdésem az, hogy kérhetek tőlük bármit is így. Tehát a csoport, hogyan fordulok én a csoporthoz, és hogyan mondom azt, hogy változtassanak bármit? Hát itt van egy ellentmondás, tehát én hogyan fordulok a teremtőhöz, hogy változzon meg? Hát minden bennem kell, hogy megváltozzon. Hát persze, ez is te vagy. Hát mi a valóság, mi az, amire kényszerít engem a valóságnak érzékesnek, ez a módja? A teremtő világot értem teremtettem meg, de nem tudom magam befolyásolni. Én csak a világ által tudom ezt a befolyást kiépíteni. Az ember nem változtat meg semmit önmagán, ezt mondtuk az előbb. Tehát ezért a barátok befolyásolnak engem, ezért kell nekem adakozni a barátok fel, hogy felébb lesz emelük a szeretetet, hogy megváltoztassak engem. Tehát nyilvánvalóan... Bennem én nem tudok megtenni semmit, csak azt tudom elérni, hogy kívül valami megtörténjen. Tehát ha ez én vagyok, ez meg te vagy, akkor én adakozok feléd, befolyásolok téged, és itt egy nagy különbség köztünk, ezen a különbségen keresztül én befolyásolok téged, én hozzád akarok kapcsolódni,
veled akarok kapcsolatban lenni, és akkor ezen a módon megtanulom, hogy hogyan kell adakozni. Mit jelent az, hogy én kedvesen bánok veled? Az én kapni akarásom, vagy a kapni akarásomban, én, ami fölé kell emelkednem, és adakoznom kell feléd, ezért bánok veled jól. Na de fölé tudok én emelkedni a kapni akarásomnak önmagam által? Nem. De amelynek látszólag rajtam kívül van, ott már meg tudom tenni, hogy adakozni fog felé, szeretetet nyújtatok ki, kapcsolatot, valami mást, ahol különböző eszközöket tudok használni, azért, mert az órom előtt van, és látszólag meg tudom ragadni, érzékelni tudom, átölelni tudom. Tehát hol van bennem ez a vágy, ahelyett, hogy kívül lenne, ugye? Tehát nekem elkerülném azt az állapotot, hogy adakozni tudjak felük. Hogyan tudnék én másképp adakozni? Nem tudok. Mivel, mi az, ami kívül van rajtam, mert elutasítom őket, mert azt érzem, hogy ők idegenek a számomra. Ezért kikefeleztem a szeretetet, hogy legyőzzem ezt az idegen érzést. Tehát nekem szeretni kell a belső vágyaimat, de kizárólag csak állati módon tudom megtenni. A másik dolog pedig, hogy én nem tudok mondani semmit arról, hogy én adakozok az ő irányukba annak érdekében, hogy örömet szerezzek tőlük, tehát ezt nem tudom megtenni. Csak azok felé tudok fordulni, akik kívül vannak rajtam, és ezért a törés maga, ami megtörténik, a tudás fáját, ami is ez a törés? Ez a törés, ez bennem van a valóságérzékelésemben. Tehát nekünk azt kell érezni, hogy egy hatalmas világ van rajtunk kívül. Tehát mielőtt mindent összekapcsolnánk, mielőtt bármit tennénk. Mi a menny? Minden, ami hozzám tartozik, Hafeszhesedben, a kegyelmi fény állapotában nincs elutasítás, nincs sürgetés semmire, nincs távolság semmi között. Van az mennyi és az ember, és minden össze van kapcsolódva. Minden csodálatos látszólag, a teremtő velem van, mert a teremtő velem van, minden velem van. Majd hirtelen törés történik. Mi törik el? A valóságérzékelés törik el. Hirtelen nem ezt kezdem látni és érzékelni, azt érzem, hogy bizonyos dolgok áramlanak felém, amiket eddig nem láttam, melyek a bizonyos kapcsolatok hiánya miatt más valóságot tárnak föl, és ez a más valóság egyébként a világ mindenség képében jelenik meg. Majd ez jön, meg fogjátok érteni, hogy mit jelent ez, fiúk. Van, aki jobban érti ezt a témát, van, aki egy bizonyos témát kevésbé, van, akit egyáltalán érdekel ez. Ne kényszerítsétek magatokat ebben az irányba. Tehát ez egy lehetőség a mi számunkra, hogy jobban megértsük, vagy jobban el tudjuk magyarázni, ami történik, jobban érezzük. Ne zavarjátok meg a barátokat sem, főleg az újakat, ne? Csak szép fokozatosan lépjetek ebbe bele. Mert ezzel aztán úgy megzavarhatjátok, hogy be is fejeződött a kabala pályafutása valakinek. Ez a téma, ez rendkívül izgalmas, mert ez nagyon sok dilemmában segít az embernek az életében, általában is. Azonban valójában egyfajta térképet kell az ember vágyain belül felrajzolni ezáltal. Tehát vannak a vágyak, amelyek a fizikai testet építik fel és működtetik, aztán van, amelyikben meg akarom érezni a dicsőséget és a tudást, stb. És van a szívben lévő pont, ami egy vágy, amiből aztán ki tudom építeni magasabb rendű világokat. De mi ezek között a rétegek között a valódi belső különbség? Hát ez az egyetlen havaja. A teremtőnek a hatalmas mintázata kapcsolja ezt négy világban, megnyilvánuló különbséget össze egyetlen hatalmas testé. Tehát csak egyetlen havaja van. És ez a havaja, mondja Rav, ez a valódi struktúrája a léleknek. Miért hívjuk azt, miért mondjuk, hogy havaja az a teremtő neve? Mert a fény önmagában nincsen a fénynek neve. Mondhatnánk Naranhájt is, ugye? De valójában nincsen neve a fénynek. Ti a saját eszközötökben érzékelitek a fény, tehát ahogy az elektromosságot is egy eszköz fogja föl,
kenyérpirító vagy bármilyen más eszköz, ugyanezt történik a fénnyel. A fény nem tudjuk felismerni, identifikálni, hanem a vágyak közötti kapcsolatban tudjuk ezt megragadni. Ezeket a rendszer összekapcsolja, és ezt a kapcsolatot nevezzük havajának. A kapcsolat a vágyak között, ez havaja. Ásványi, növényi, állati, gyökér. Mindezek a vágyakat össze kell kapcsolni. Egy különleges struktúrában, amit havajának nevezünk, és akkor ennek a havajának megfelelően azt mondhatjuk, hogy van egy kapcsolat a részek között, egyfajta kapcsolat a havaja részei között, tehát mondjuk van 30%, és akkor ezt a szintet én úgy nevezem, hogy 13-as, 20-as, 30-as szint, teljesen mindegy minek. De valójában a minden egyes szinten van a fénynek egyfajta érzékelési szintje, mondjuk a ruhák szintjét érzékelem, és amikor a fényről beszélünk, akkor mindig az edény oldaláról beszélünk a fényről, a fényt önmagában nem tudunk megbeszélni, mert a fény az mindig az enyszó fénye. A második dolog pedig az, hogy az, amennyire az edény össze van kapcsolva, tudjuk felfedezni azt a fényeket összekötő minőségekben a fényt. Oké, tehát én ezt értem, amire én gondoltam az, hogy van a szívben olyan pont, mint tudjuk, az a dalet állapotban nyilvánul meg, különböző vágyakban, a saját valóságérzékelésemben keresztül, az én fizikai testemben. Nyilván ezek mind vágyak, és ezeket a vágyakat is a teremtő hozta létre. Tehát, hogyha ezek a vágyak, amiket te nem érzel most a sajátodnak, nyilván az első 9, ez a tetrisanodhoz tartoznak. Oké, de mondjuk van a saját vágyaim, mondjuk a dicsőségre irányuló vágyak, azok hol vannak? Ezeket, hogy tudom ezeket a vágyakat megtalálni magamban? Tehát minden a daletben van, mondja, először is. Tehát a vágyról beszélsz, amit érzékelsz, az a dalet állapotban van. Hogyha minőségről beszélsz, ez kívül van a malkutom, tehát elérsz egy minőséget, az kívül van a malkutom, amikor ezzel a minőséggel dolgozni kezdesz, akkor ez a ráöltözik a vágyra, és akkor lesz a malkutom belül. De én nem gondolnám, hogy ebben mélyebben bele kéne menni, mert ezt így nem tudod még megtalálni. Ez fokozatosan jön majd, minden egyes kicsi vágyadra ráöltözteted a másik 9-nek a mintáját, így fog kialakulni benned az életfa, és mindennek megjön a maga ideje, mindent a maga idejében feltársz majd. Igen, kérdezi valakitől. Tehát, ha én bennem van egy vágy, akkor a fény is az én vágyam, vagy hogy kezdte? Nem. A fény egy jelenség a vágyon belül. Csak két dolog van a valóságban, a fény és a vágy. Oké, na akkor az, hogy én jót akar tenni a teremtményeivel, ezek is az én vágyaim? Nem, ez a fényen belüli minőség. A fénynek a minőség az, hogy jót cselekedjen a teremtményeivel. Ezt nekem a fénnyel kapcsolatosan kell érzékelnem a vágyaimban való kapcsolatban. Amikor mi azt érezzük, hogy van valami fajta befolyás a vágyainkon, tehát azt mondom, hogy opá, ez egy jó befolyás, akkor ez nyilvánvalóan egy vágy jelenik meg, de nyilvánvalóan ez a fényből jövő mintája a vágynak. Tehát ilyen módon a teremtő az, aki jót akar tenni a teremtményével. Tehát a minőség önmagában, amit érzékelek, az majd megjelenik az én vágyaimban, de az én vágyaim közötti kapcsolat minőségéből származó módon. Tehát nekünk el kell érnünk az 5 állapotát a fénynek. Sores Alef Bet Gimel Dalet, tehát az a havajának egy megnyilvánulása, vagy hallás, látás, érintés, stb. Vagy nefes ruha, ne sem a hajaja hida. Tehát ez nem egy intenzitás, hanem egy vágy. Tehát nem valami nagy vagy kicsi, hanem egy minőségi módon jön ez. Tehát a jehidának a fénye keresztül felfedezem a belső gondolatát a teremtőnek, amelyből mindenki áradt. Tehát, hogyha én a nefes fényét fogom érzékelni, akkor érzek egy kicsiny vitalitást, a ruhafényén keresztül pedig elkezdem érezni, hogy valaki felén fordul, de még mindig nem tudom pontosan, hogy ki és mit akar tőlem. Tehát a nesem fényének az elérése mondjuk, ha azt elérem, akkor
akkor tudok adakozásra fordulni és megérteni, mit jelent ez, hogy a Hafez eszed állapota, stb. Tehát az én elérésem a fénnyel kapcsolatosan adja meg nekem a fény belsősége megismerésének is az elérését. És ennek megfelelően vagyok én képes elérni, mozgatni, megvizsgálni különböző dolgokat, megkülönböztetni bizonyos dolgokat. Na, valaki kérdez. Az előző leckén ön azt mondta, hogy van a spirituális halál, meg a fizikai halál. Mit jelent a spirituális halál? A fizikai és a spirituális halál is. Ez minden relatív, ez minden relatív. Amit mondhatnék erről, a halál az, amikor én leválok a forrásról, ezt hívjuk halálnak. Amikor a forrásról való leválást érzem, én nem vagyok igazán leválva, hanem én érzem, hogy le vagyok válva. Ezért nincs is halál a valóságban. Tehát ez csak annak a felől érzékelhető, aki meghalt. Azért, mert ő leválik valamiről. Sasha Moszkvából kérdezi, hogyha kívülre tekintek, akkor a valódi valóságomat látom kint? Akkor ki az a bennem, aki eléri mindezt, aki felfogja mindezt? Tehát addig, amíg én nem érem el a teremtőt, magamat se érem el. Ezért az ember nem ér el semmit, mert nincs elképzelése arról, hogy milyen fajta eszköz az, amit énnek nevezek, ami reagál, ami dolgozik. Tehát nekem erről elképzelésem sincsenek, nem tudom mi ez. Csak amikor elérem az összetapadást a teremtővel, tudom elérni azt, hogy megértsem, hogy ki vagyok én. Azt megelőzően nem. Tehát addig minden rejtve van. Az ember nem tudja önmagát elérni. Nem tudja értelmezni sem magát. Csak az egyest olvastuk el. Wow, na folytassuk. Kettes idézet, Bálhat Szolám, szabadságcikk. Az egész valóság, amit az igazán a természet irányítása alatt van, és a világ kizárólag azért működik így, mert kiterjedtek a törvényeink keresztül a felsőnek az irányítása, az a spirituális világok formájában való megnyilvánulása. Azaz, mondja Rav. Tehát a legmagasztosabb rétegekben is azt kell érezni, hogy ezek mind bennem vannak, belőlem áradnak ki. És nekem el kell kezdenem megszerezni egyfajta befolyást, egyfajta ragyogást tőlük. És ezen keresztül fel kell fedeznem az adakozást, a befolyást az alsó szintek irányába, amiket egyébként nem tudnák megérteni, és dolgozni velük, és ezek az alsóbb rétegek, ezek bennem föl vannak osztva mindenféle fajta szintekre, gondolatokra, vágyakra, fontosságra. Tehát minden ugyanazt a havaja felosztást követi, és ezért az ember mindig különböző viszonyban van ezekkel a rétegekkel, a különböző havajotokkal, ugye ez az egyes száma havajának, vagy a többes szám, bocsánat, és ilyen módon a teljes havaját majd így értékeli. Tehát nem 9 és nem 11, hanem 10. Ezt ugye mindig megtanuljuk, néha egy kicsit többet érzünk ebből, néha az egyik szféra jobban ér el bennünket, a másik kevésbé. De ezért az ember úgy érzi, mintha a füle jobban működne, vagy a szeme, de valójában minden érzékünk minden pillanatban a rendelkezésünkre áll, és dolgozik,
csak az intenzitása különbözik. És ezért az egész világ az emberben van, minden az emberben van. És mi így érjük el, vagy érzékeljük azt, amint tudunk lépni majd az önmagunk irányába. Hármas idézet a Zohár mindenkinek című könyvből. A Tóra, amelyet az angyalok és az összes teremtett angyalok és világok, azok az emberi léteznek, sőt, amikor ők leereszkedtek ebbe a világba, nem akkor a Tóra leereszkedt ebbe a világ nem tudta elfogadni sem, nem tudta magára ölteni ezeket az öltözékeket, hanem ez, amelyek mesék és szavak formában lettek továbbadva. Ezért a Tórának a történetei a Tóra külső öltözékét jelentik, és amikor valaki ezt az aktuális Tórával összekeveri, és semmi más nem érzik el belőle, az valóban lerombolja a saját szellemiségét, és semmilyen módon nem létesül a következő világból. Ez az, ami a Dávid király mondja, nyisd fel a szemem ezekre a csodálatos dolgokra, amelyek a te törvényeiben, Tórában vannak, mert ezek a Tóra beöltözése feletti hazugságok fölött létező teljes igazságát jelentik a Tórának. Ez azt jelenti, hogy nekünk hálát kell adnunk a Teremtőnek ám, azért, mert ezt a fajta bölcsességet, ezt a hatalmas szeretetet az elrejtésben beültette, azért, hogy képesek legyünk a spiritus szentség fényét megragadni, és egy olyan fajta struktúrát tudjunk az anyagban megragadni és elérni, egy olyan fajta viszonyt tárjunk fel a részek között, a dologban lévő részek között, hogy ebből megtanulhassuk azokat a minőségeket, amelyek a fényben vannak beöltözhetve. Ez ami nagyon különleges és nagyon érdekes dolog, mivel mi nem érezhetjük a fényt másképp. A Teremtő, amely ezt az egész anyagot felrobbantotta, és darabokra törte, ez adta meg az egymás között, a részek közötti különbség érzésének a lehetőségét, mert ez a vágyak közötti különbség feltárását tette alkalmassá, és ezért elkezdhettünk ezzel bölcsebbé válni, okosabbá válni, egyszerűen még jobban megtaníthattuk magunkat a fény minőségének a működésére, annak érdekében, hogy mindent vissza tudjunk kapcsolni egyé, mert ez a tudatunkban kiépülő világ képét hozta létre, és ezért az összes törés, az összes kapcsolat, ami utána következik, az felkínálja a számunkra azt a fajta összeadást, kumulációt, ahol a különböző vágyak, amikkel mi rendelkezünk, különböző dolgok, ezek alapján kiépítünk egy edényt, amelyben érezhetjük a fényt. És ez valami olyan, ami nagyon különleges, ez nem egyszerű egyáltalán, mivel hogyan lenne lehetséges, hogy a vágyak közötti viszonyban ne érezném a fényt. Tehát nyilvánvalóan itt nagyon sok... Nincsenek erre szavaim, tehát valóban tanulni kell erről, és dolgoznunk kell ezzel, és akkor majd ezek a szavak teljessé válnak. Amikor mi a kabala bölcsességről beszélünk, amely a teremtő feltárásának a módszer a teremtmény számára, mi azt is kell, hogy kijelentsük, hogy föl kell fedeznünk azt a módot, ahol megváltoztatjuk az adakozás minőségét, formázisba visszük azt, hogy a teremtő létezhessen a kapcsolati formákban, a kapnakarás felett, rav.
Még egyszer mondom, mondja Rav, mi a kapnakarásnak a tetején vagyunk, ami annak érdekében történik, hogy megadjuk a fényt ezen keresztül. A fény, amit mi elérünk, ez különböző formájú vágyakban nyilvánul meg. Tehát mi nem érezzük a fényt, a havajának azok csak a betűben érzékelhetők, az otiótokban. Ezek különböző vágyaknak a felvillanásai, amelyek alapján meg tudjuk mondani, milyen fény tölti ki ezeket. És azért egyfelől elérjük a betűket feltárulni. Ezek az otiótok, ez a munkánk, hogy a betűket feltárjuk, a saját tóránk megjelenik. És mintha másodlagos lenne, hogy hogyan értjük meg a fényt, azaz a betűk közötti kapcsolatot. Tehát ki fog derülni, mondja a srác, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy teremtő munkája, teremtőre való irányú munka, és a szándék korrigálás ugyanaz. Még akar kérdezni valamit. Az orvos kérdez. Tehát ebből következik, hogy a korrekció az az, hogy a barátokat látom magam helyett. Rendben van. Tehát nem is vagyok én, csak a barátok. Oké. Hogyha az ember csak a barátot érzékel, és magát nem, ez a legjobb. Na, ez nehéz ám, mondja Rav. Oké, de a barátaim, azok a körülöttem lévő barátok, nyilvánvalóan, most a bilénybörökot kell gondolnom, vagy ami a tízes asztal körül? Hát nyilván jó lenne, hogyha a tízes körünk, hogyha az egész bébét érzékelni, de a tízes kört érzékel először. Tehát nyilvánvalóan össze kell kapcsolni őket, ez nagyon helyes, azonban a te munkád központjában a tízes körnek kell állni. Na, de hogyan történt akkor az meg, hogy a barátok közül mindenki be kell, hogy lépjen belém. Tehát én az embert úgy látom kívülről, hogy mintha természete nem is változna. Tehát mindig, tehát ez helyesen kell értelmezni, azért te nem változtál. Tehát ha nem látod a barátaid változtál, te nem változtál. Oké. Tehát akkor az embernek össze kell kapcsolódni a magában levő szétesett részeket, hogy a vágyak fejlődését lássa. Így van. Tehát egyrészt meg kell teremteni a korrigált vágyat, aztán pedig ki kell tölteni adakozási fénnyel. Ez kettős munka. Oké, na de milyen vágyba lépünk be? Hogyan épül ez ki? Ne. Eddig, és ez elég. Ez nem a lecke témája, amit te kérdezel. Nem akarok mélyebbre menni. Meg kell, hogy értsd, mondja a Vladnak, hogy rétegeket tárunk fel, mintha rétegeket szülnénk meg, aztán az összes többi pedig majd maga jön. És hagyni kell, majd el is fogunk majd tanulni, de hát várni kell, hogy a mélyre följöjjön. Különben nem fogsz megérteni vele semmit. Az előző diagramon rajzom, ön lerajzolta az én kapcsolatom a tízes körrel. Mi pedig azt mondjuk, nekem mindig a kapcsolatot kell korrigálnom. Tehát, ha nekem a kapcsolatot kell korrigálnom, a tízes kört egybe kell olvasztanom, vagy egy barátot a másikba, lényegtelen. Tehát az egész tízes kör dolgozott föl, vagy részenként dolgozott föl, ez szempontból lényegtelen, odakoz mindenki irányába, szeres mindenkit, és akkor nincsen probléma. Tehát arra van szükség, hogy ragad meg az ő minőségeket, amelyet csak tudod. Hát te most leírt a feketén-fehérre. Na, az csak cvikának. Mi itt átugrottunk valamin, de ez egy nagyon fontos dolog, amit ön mondott, hogy amikor én a Tórával foglalatoskodom, akkor minden cselekedet jó lehet. De ki foglalkozik a Tórával? A Tórával foglalatoskodás azt jelenti, hogy feltárod a havaját. Az egész világban egyetlen rendszer van, ebben a rendszer volt belefoglaltatva. Egy erő dolgozik rajta, egy erő kontrollál mindent, a teremtő, és nekünk ezt kell feltárnunk, működtetnünk, és ebben fedezzük fel a vágyaink mélyén, és ezt terjesztjük minden irányba, a teljes valóság irányában, minden. Tehát látszólag kívül van rajtunk, úgy tűnik a számunkra, de valójában ezek nem idegen erők. Oké, na de itt azt mondja,
a hármas idézetben, hogy ezt most nem értettem, hogy idézte ezt, nem értettem a szavat, azt látom, hogy ott írva. Tehát mit jelent a Tóra ráöltözése ilyen szempontból én számomra? Az, hogy mindenféle cselekedet jelenik meg benned, parancsolatok, egy csomó minden, ami a Tórában látszik, le van írva. Valójában azonban ezeket a cselekedeteket... A vágyak közötti korrekciónak kell, hogy tekintsük ezt. Tehát ha kilépsz ebből az állapotból, akkor miről is van itt szó? Miután ezáltal ez egy jele annak, hogy te a spirites mélységekbe lépsz, vigyázni is kellene, és például halálba tasz is magad. Oké, de mikor korrigáljuk meg a világot? Tehát hogy kell ezt lenni, hogy a lismába kell lennünk, hogy a teremtő korrigálja a világot, vagy mit kell tenni? A világ korrekció, a saját korrekció ugyanaz, hiszen te vagy a világ. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy én a világot úgy kell, hogy lássam, hogy ez mind annak érdekében létezik, hogy én el tudjak kezdeni adakozni minden egyes részecskémmel, és ilyen módon nekem kell alkalmassá válni az adakozásra, mert a világ az az én belső kapcsolati rendszerem. Oké. Okay. Tehát ha nem vagyok lismában, akkor befelsem a világot, vagy nem? Vagy kárt okozok a világnak, vagy nem? Hát te szó szerint kárt okozol neki, mondja Rav. Oké, na de ha nem vagyok lismában, ellentétes hatást fejtek a világ? Így van. Igen, mert egyre piszkosabb dolgok jel meg a kapnakarás miatt. Oké, na azok, amit hallottak, nem a Tóra tanulás, hogy ne okozza kárt? Nem, éppen ellenkezőleg. Neked az egész világot úgy kell látnod, és azt kell látnod, hogy az emberek nem fedezik, nem állítják le azt, amit tesznek, akkor föl fogják fedezni hatalmas csapásokon keresztül, hogy mit kéne tenni. Hát mióta... Hát nézzétek meg, hogy hányszor beszéltük azt, hogy Merkel mekkora hülyeséget csinál a menekültekkel, de miután elkezdett csapásokat kapni belül, most kiderült, hogy... Na de ki mondta, hogy ez helytelen volt, hogy így viselkedtünk a menekültekkel. És mit csinált a nő ennek okán? Korrigálta ezt? Na jó, de hát... Nem mindenket te látjuk a tévében, hogy mi történik, mondja a srác. Amit én kérdezni akarnék, akkor komolyan. Tehát, hogy a világ korrekciójára szeretnék kérdezni valamit, az, amit ön mond, hogyha az ember nincs lismában, ez nekem fontos, hogy megértsem, akkor nem korrigáld a világot, hanem az ellenkezőt okozol. Tehát mi van, tanuljuk a Tórát, akkor először kárt okozunk a világnak, aztán összetöröm. Vagy összetöröm, és utána pedig kijavítom. Nem, először feltárod a világot, de nyilván annak a mértékében, amennyire a feltárás alatt a kapnakarásodat erősíted, akkor valóban romod a világot, de mindig előadásban vagy valójában. Mert mindig meg kell tapasztalnod egyre gonoszabban a világot, te hívod a gonoszt a világba, hogy megtapasztalhassd, és utána pedig a két vonalon való előadás közben elkezded értelmezően korrigálni ezt a balvonalat. Tehát látnod kell, hogy hogyan tudod korrigálni mindezt a gonoszt, amit már feltárult, de azért tárul föl, mert korrigálhatod. Tehát nyilvánvalóan az embernek boldognak kell lenni a gonosz feltárásával. Hát milyen gonosz feltárul, nem, tárul föl, nem mindegy. Mert a feltáruló gonosz a jele az, hogy képes, hogy korrigálni. Na de hogyan korrigálom? A kapcsolatokkal. Hát melyik tehát megtanultuk a tudásfájának a bűnét, tehát tudjuk, hogy ezt hogyan kell korrigálni, nem? Oké, na de a kérdés az nem az, hogy meddig tart ez, hanem az, hogy ülsz és nem teszel semmit, de jó, de itt fejezzük ezt be, inkább folytassuk az olvasást. Hiszen alig haladunk előre, 4-es pont. Nem, 5-ös. 5-ös. Na most nem fordítják, mi nem tudom, még 5-ös. A kabala bölcsességének lényegéből. Az alsó a tanul a felsőtől. Ilyen módon először el kellene a felső gyökereket. Ez az út a spiritualitáshoz. Azonban ez felette van a képzeletnek, ez a tiszta elérés, amiről szó van. És amikor valaki eléri a felső gyökereket, amelyeket a saját értelmével meg tud ragadni,
Ilyen módon meg tudja tapasztalni megérinthető módon az ágazaton keresztül ebben a világban a gyökerek működését, és minden egyes ág a saját gyökeréhez kapcsolódik a felső világban, megfelelő sorrendben, minőségre és mennyiségre, bocsánat. Tehát az alsó mindig a felsőtől tanul. Mit jelent ez, hogy tanul? Mit jelent ez? Na, olvasd csak. Így az, először el kell élni az embernek a felső gyökereiket, ez az út a spiritualitáshoz, ami fölemelkedik a képzeletnek, tiszta elérésben van, azaz, el kell élni a felsőnek a minőségét, és akkor a felsőtől. És aki teljes egészében eléri a felső gyökereket a saját értelmével megragadva, meg tudja vizsgálni a megérinthető ágazatokban, ebben a világban a gyökerek működését, és megismerhető, hogy minden egyes ág hogy kapcsolódik a saját felső világban lévő gyökeréhez, és minden megfelelő sorrendben van mennyiségileg és minőségileg. Tehát én nem tudom, mit jelent az, hogy ilmat, vagy ilmat. Tehát az elérés és a tudás mit jelent? Te nyilvánvalóan az alsónak kapcsolata által éri ezt el. Te nyilvánvalóan ez az a lényeg, hogy ő tud a felső felé adakozni. De az ilmát, ilmót, most a Hébert elemzik egy kicsit, megint. Tehát a felső, az alsó, na, az alsó felső tanul. Kérdés erről van. Az idézet, amit olvastunk itt, ez alapvetően ellentmond. A vallásos megközelítéseknek és sok mindenek. Most olyan vagy, mint Cvika, mondja rá, aki ugyanezzel a módon szövegel, mint te. Nem, az emberek fel akarják fedezni, meg akarják érteni azt, amit beszélünk. Tehát természetesen mi nem tudjuk a dolgokat közvetlenül megközelíteni. Oké, tehát akkor te más kérdezel. Hogy tudjátok elmagyarázni, nem magyarázzátok el. Oké, na de ha nem is magyarázok el, én ezzel kérdezem, hogy mi a szerep? Azzal kapcsolatosan, hogy ha helytelen hozzáállások, megközelítések vannak, amit az emberek a viszonyunkban, a nemzettel kapcsolatban, a vallással kapcsolatban kiépítenek. Rab. Nekünk oda kell menni a külső emberekhez, és el kell magyarázni, hogy amit látnak, az nem valóságos. Az ő valóságuk az nagyon különleges természetesen. De ez egy ásványi valóság. Ezért, amikor mi kilépünk az ásványi valóság érzékeléséből, még a Balaszám le is írja, hogy mindenki, aki okos, megérteti ezt, azzal én még egyesen találkoztam olyan értelmes fickóval, aki képesebb volt ezt megérteni, a legokosabb tudósok között sem. Nem volt ilyen. Tehát ők egyet értettek abban, mondja Raff, hogy a fizika felfedez manapság, de hogy ez minden, ami kívül van rajtunk, az a mi belső világunk, ezt mivel egy büdös szót sem értek. A kabbala egy tudomány, ezt így is kellene látni, de nyilvánvalóan nem egy filozófia a különleges valóságérzékelésről, de azért van ez így, hogy ezt nem akarják elfogadni, mert minden egy invertált módon érzékeljük a valóságot, ezen a módon, ezen a kifordított módon, és ez az alapja az összes félreértésnek. Tehát ami a mi célunk, tehát ezért nekünk kell valóságérzékelési kurzusokat nyitni, talán, nem tudom. Lehet, hogy a kampuszban kell néhány, a fejlett, tehát a közöfokú és a fejlettebb kurzusokon lehet, hogy beszélni kell erről, hogy az emberek megértsék ezt. Tehát ezt gyengéden kell csinálni. Tehát ezt gyengéden kell és szeretettel megcsinálni. Mert figyelmeztem benneteket, hogy ne okozzatok ezzel károkat az embereknek. Tehát, ugye Rabbi Dessler tanítványait tanítani akarta Rabas egyszer. Rabas oda ment hozzájuk, amikor Angliában volt, néhány éve már a tanítványaival, és elkezdte őket tanítani, majd utána azt mondta, mert, és akkor ők elmondták, hogy ha a rabbi nem tudom, kicsit nem tudott volna őket, akkor Rabbi Baruch aslag az hülyeséget, azt hiszik, hogy nonsensről beszél. Azért, mondja Rav, mert
a Valdis Péter munkát kezdte elmagyarázni nekik, és ott más valóságérzékelést, és akkor ők elkezdték mondani, hogy igen, na de az egész életében mi más tettünk, mindig a parancsolatok betartását tanultuk, és meg azt mondta, nem. Tehát a lecke végén elmondta finoman nekik, utána két hetente járt hozzájuk tanítani őket, és azt mondta, hogy és mindig visszamentek, és aztán kiderült, hogy semmire nem emlékeztek, amit két hete tanultak. Ezért mondom nektek, hogy nektek nagyon óvatosnak kell lennetek, mert a szokásaiból nem tudnak kilépni. Tehát ne rakjatok a vakember elé küszöbet, mert óra esik. Na de a teremtő miért nem ad erőt erre, vagy miért ad erőt az ilyenfajta szervezeteknek, hogy hülyeséget terjesszenek? Mister, ez a belső minőség, és ugyanezen a módon a te belső minőségét ellenállnak neked is. A teremtő a valóságérzékelési problémát mindenkivel érzékelteti. De hogyha nem vagy a szeres fele barátod, mint önmagad állapotában, akkor nem tudom, mit jelent a határ nélküli adakozás. Tehát neked el kell fogadnod a teremtőnek az útjait, ezért a te vágyad és gondolataid, és a te valóságérzékelésed úgy működik, hogy kívülről láthatod, milyen mindenféle formában a tárgyát annak, amit meg kell szeretned. De ez így van ám velük is, tehát semmi különbség nincs köztetek. De mit tegyünk? Így van. Ez így vagy fölépítve. Áron, néhány perc előtt azt mondta, hogy ha valami történik, ez az mindenki azt jelzi, hogy én nekem korrigálnom kell. Ha valami, nem tudom, mi bukkan föl. A válasz az mindig a kapcsolat, az ön szerint, igen. Azonban mielőtt ön elérne valamit, a kapcsolat terén, még mindig nem tudjuk, hogy mit kell tenni, nem? De akkor is a kapcsolat a megoldás. Oké, de a kapcsolat valami, amit el tudsz érni? Nem. Tehát először meg kell csinálnod a kapcsolatot, utána fogsz elérni. Kapcsolatot kell emelned a vágyait felett. Na mit jelent az, hogy kapcsolatot csinálni? Mindenféle segedet megtenni, ami csak ami hatalmadban áll, hogy kapcsolódj a tízes körre. A világ összekapcsolt módon működik. Neked is össze kell kapcsolódni, hogyha meg akarod érteni, hogyan működik. Hát hogyan kapcsolod mindennel? Oké, na de azon túl, hogy a leckén vagyok, terjesztek, mindent megteszek, amit tudok. Mind meg tudom tenni, természetesen a testemben itt vagyok, de belül nem érem el, hogy mi az, hogy a kapcsolat. Na azt a fémmel megcsinálj benned, hogy kell ezt megtenni. Ő megteremtette a vágyat, eltört a darabokra, és ő fogja a darabok között. Mi a gonosz hajlam tulajdonképpen? Ugyanaz a teremtő a gonosz hajlam megnyilvánítója, amelyik össze fogja kapcsolni. A fáraó meg a teremtő ugyanaz. A teremtő ellenoldal a fáraó. Hát ezt ő saját negátját teszi eléd. Ezt is értem. Ő mindig elmondja azt, hogy a várakozók az nem a helyes hozzáállás. Nem, várni nem. Mindenféle cseket kell tenned, tehát minden, ami a hatalmadban áll, tedd meg. Oké, mondja Áron, na de mindenféle csegedet teszek, és mindig azt várom el, hogy érezzek valamit. Nem. Teszel cselekedetet, de mit is vársz el belőle? Jutalmat? Mit vársz tőle? Mit adjon a teremtő? Milyen jól adakoztál? Tehát vár, dollárokat vársz cserébe? Elérést várok, hogy elérek valamit. Ó, mondja Rav. És nem kapsz semmit. Nézzetek már az arcát! Még kéne kaptod valamit, éppen ellenkezőleg. Ne várj semmit, amit kapsz. Hát ez a probléma. Nézzetek meg az arcát! Na most értem meg, mi történik benne. Én Amerikában jöttem, akkor egy jó üzlet van, mit gondoltál? Hát mi történik itt? Semmit nem kapok azért, amit befektetek? A jutalom a parancsolat maga. Hát próbáld megtenni, ez a jutalom, hogy megteheted. És hogy sikeres vagy? Remélhet, hogy sikeres vagy. De ne várj semmit cserébe. Majd aztán jön az, aminek jönnek kell.
Na de csak akkor lehet tele örömmel, ha megtettem a dolgomat. Na de te gondolod, hát miért nem tettél ilyet, nem tudod, hogy, hogy mi a vége ennek. Na de ön azt mondta, hogy hogyha várok valamire, és nem cselekszek, az helytelen. Nem. Én azt mondtam, hogy te sóvárogsz, hogy tegyél valamit, az nyilvánvalóan a teremtő fog cselekedni helyetted, de az a gonosz hajlam, hogy kapni akarsz belőle. Tehát mindig teszek valamit, akkor hol van a fizetségem? Ugye ez az ember? Hol van a jutalmam? Hol van a megígért jutalom? Ugye valahogy így érezzük ezt. Ezek a vágyak, ez egy egészséges kapnak rázsban vannak, és dörömbölnek az ajtón. Hogy mit tudok kapni azért, hogy én erőfeszítést tettem én, de én nem szabad, hogy várjak örömöt cserébe. Amit tettem, csak fenn kell tartalom ezt a fajta cselekvést, de nem szabad érte kapnom semmit cserébe. Tehát jönnek emberek, azt mondják, hogy milyen jó fej vagyok, elérést adott nekem a teremtő, vagy megértettem valamit, de én nem akarok semmit cserébe, ugye itt kezdődik a dolog. Tehát nekem teljesen ellen kell állnom a, ennek a belső érzésnek, ellen kell állnom, hogy valamit kapjak, mert akkor bajban vagyok. És akkor, akkor fogok hasonlóvá válni, ha jutalom nélkül teszem a dolgaimat. Hát különben nem fogok, nem fogom a teremtőt helyreállítani magamban. Tehát nekem nem szabad akarnom semmit. Nem, a vágy mindig ilyen, a vágy követelni fog. Tehát, hogy valaki mondjon már nekem valamit, és adjon valamit érte a teremtő cserébe. Tehát a vágy az mindig mindent akar egyszerre. De neked vigyázni kell arra a cselekedet után, hogy ne várd a hétköznapi fizetségedet ezért cserébe. Megértetted? Nagyszerű. Akkor már jöttél ma ide, hiába. Alexander Kievből kérdezi, mit jelent, hogy elérjük a felső gyökereket úgy, ahogy azok vannak. Ez az összetapadásból származik. A felső szint, a felső gyöker a teremtés gondolatát tartalmazza, hogy a teremtő hogyan gondolkodik mindenről, hogyan talált ki mindent, hogyan tört el mindent, hogyan segít nekünk összekapcsolni mindent, elérni mindent az eredeti gondolatnak megfelelően, és ez az ugrás, ami mi keresztül megyünk ennél fogva, az egy fordulatot is teszünk közbe, Szent Pétervár. Вопрос Глеба из Питера. Как может быть, что одно и то же сознание работает на осла, то на осла, то на творца? Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy ugyanez a... Tehát hogyan lehet azt a kapcsolatot, vagy ezt a kapcsolatot átállítani, hogy a munkám eredménye ne a szamár elégedettségére irányuljanak, hanem a teremtő elégedettségére. Ha én, mondja Rav, a saját cselekedeteimen keresztül jutalmat várok a kapni akarásomban, akkor nyilvánvalóan szeretném is megkapni ezt. Ez a pénz, a dicsőség, a megértés, az elismertség, a tudás, valami, ezeket mind megkapom, szeretném megkapni. Mondjon, ezek minél nagyobbak, annál jobbak, annál gazdagabbnak érzem magam. Hogyha én azt kérem a teremtőtől, hogy segítsen nekem, hogy ne a vágyamat elégítsem ki, hogy ne a jutalmat próbáljam meg eliminálni, amit vártam egyébként, hanem tehát mind a bal, mind a jobb alá fölé emelkedjek. Tehát ne a vágyaimat próbáljam legyőzni. És akkor, hogyha ezért imádkozom, amennyire tudom, pedig úgy cselekszem, akkor összhangba kerülök a teremtés gondolatával. De ez egy másik fajta elérés, mint amiről eddig beszéltünk. Ez egy... De ez olyasmi, amivel nincs neki szavak erre. Ez a legmagasabb, legmagasztosabb jutalom. Ezt hívjuk úgy, hogy a parancsolat jutalma, amikor azt kapom jutalomnak, hogy megértem, hogy ki parancsolt és mit. Bill, egy másik amerikai. On
hogy ne kapjak örömet, megpróbálják semmilyen örömet ne megszerezni. Tehát amikor valamilyen egyetértettek a csoporttal, akkor magyarázhatom, hogy nem akarok jót kapni ebből. Órákig magyarázhatom magamnak. Én mindent megteszek, mint egy angyal, de amikor magamra tekintek, akkor mégiscsak az örömet várom, Rav. Próbáld megérteni, hogy mi ad neked örömet. Próbáld felfogni. Az örömnek az érzése nincs megtiltva, csak ennek az irányultságát kell megváltoztatni. Tehát a barátokban leled meg az örömet. Újfajta dologban találd meg az örömet, és akkor meg fogod érteni, hogy mennyire akarsz tőlük örömet szerezni. Tehát lehet, hogy a viszonyotokat kell élvezni, és aztán lehet, hogy a cél, lehet, hogy először a célnál is jobban fogod élvezni a velük való kapcsolatot. Aztán pedig neked le kell válnod az egódról, azért, hogy a cél magadról is. Jó, nyilván nem tudsz leválni az egódról, ez biztos mondja Rav, de kérned kell ezt. És akkor ezen keresztül talán olyan cselekedetet is végre tudsz hajtani, hogy annak érdekében, hogy valóban bár örömet akarsz kapni mindenből, de mégis azt akarod a legjobban, hogy a Teremtő adja meg neked ehelyett egy erőt, amin keresztül fölémelkedsz ennek a fajta haszonleső számításnak. Nos, nem értettem ezt a kérdést. Még egyszer? Nem volt, nem értettem. Tehát, na de ugyanakkor még mindig nem értem, mi a Teremtő. Vagy hogy tudok a Teremtőnek visszafele sugározni bármit? Ha. Tehát ha nem tártam fel azt az erőt, amit teremtő, akkor milyen teremtőről beszélek? Minek sugárzok vissza? Tehát te kéred a felső erőt, hogy adja meg neked a képességet, hogy olyan legyen, mint ő. És ez a képesség, hogy olyan legyen, mint ő, ezen keresztül tudod őt érzékelni. Ezt nevezzük összetapadásnak. Mit jelent az, hogy olyan lehetsz, mint ő? Hogy valódi adakozásban lehet, a minden megszerzés felett. Akkor leszel olyan, mint a Teremtő. Adakozásban vagy? Nyilván mi nem tudunk számításos nélkül adakozni. Ez egy őrült embernek, vagy egy babának a cselekedete. Nekünk minden egoista számítás fölé kell emelkednünk, azért, hogy a számítások felett adakozni tudjunk. Még hogyha ezek a számítások, azok aktívak is bennem, állandóan számítok a kompenzációra, de én kérem a Teremtőt, hogy ne legyen szükség, hogy ne adjon kompenzációt. Miért van szükségem kompenzálásra, hogy olyan legyek, mint ő? Hogy örömet tudjuk okozni, úgy, hogy ő adakozik felém. Tehát neked ezt végig kell gondolni, de hónapig is tudunk erről beszélni, mondja Rav. Én egyszer nem tudunk tovább lépni ezekbe az idézetekbe. Tehát az, amire figyelmeztetett, hogy vigyázzunk az új tanútványoknak, a valóságérzékelésnek a lerombolására. Tehát nyilván néhány idézettel szoktunk erre utalni. Kérdés. Nagyon sok ember sok kérdést kérdez erről. Tehát tanítjuk a Zohárt, és rögtön megpróbáljuk megkérdezni, hogy hogyan lehet ezt megragadni. Akkor lehet, hogy egy kicsit több forrás nyissunk ki az új tanítványok számára ezen a téren. Nem tudom, magyarab. Természetesen ez egy provokatív téma. Nyilván ez a dolog nagyon érdekes az emberek számára is. Tehát és vonzó az embereknek erről beszélni. Ez egy fűszeres dolog, az emberek szeretnék. Mindenki úgy érzi, hogy hozzá tud-e szólni,
de én nem gondolnám ezért, hogy túlságosan jó lenne, hogyha nagyon mélyre nyitjátok ki ezt a zsákot. Mert akkor azonnal egy csomó dolgot rombolnak le magunkban. Mert elkezditek ezt elmagyarázni nekik, akkor valamilyen módon az emberek elvesztik a helyes iránymutatást, erre vigyázni kell. Oké, na de nekünk akkor mit kell tanítani? De nem fog segíteni ez nekik, hogyha... Tehát nem fogják érteni, miről beszélsz. Tehát ez ilyen szóbeszéddé válik csak. Tehát, hogyha még akarnák is... Tehát ez egy nagyon gyerekes, rossz megközelítés. Tehát az embernek fel kell készülnie arra, hogy hogyan tud ilyesmit elmondani másoknak. Erán Sijovic. Tehát amikor... Tehát most én fölteszem a kérdést Musinak a nevébe. Nincsen hangja, bereket. Ibur állapotban van. Tehát mi az a belső érzékes, amit a magammal lévő vallásnak nevezünk? Ez azt jelenti, hogy én elfogadom azt a befejezetlen tényt, a binának a szintjén, az első-második fázisában az egyenes fénynek, amikor elfogadom a rendszertől az, hogy nem érezhetek valamit a teljességében, de nem a teljes havaját érzékelem, hanem megkapok egy részét ennek a havajának, egy bizonyos szintű havaját érzékelek, egy bizonyos szinten, a bein a becintjém, ez a második fázis, és akkor a vallás ugye nagyon sokféle lett, és az is nagyon sok változáson ment át, tehát én nem akarok kárt okozni másoknak, én valóban úgy várok a gyerekekkel, a családdal és minden mással, ahogy kell, tehát az egómat kezelem, visszatartom, mert még nem értem el a 3-as-4-es vaskosságos szintet, amikor igazán felfedezem, hogy az egó hogyan működik, tehát a vágyaimat így osztom föl, tehát hogy egoista módon érzékeljen mindent, tehát bármit, amit tudok, megteszek, és az a változás, ami a valóság részleges vizsgálatával történik, nem a teljes havaján keresztül. Miért? Mivel az ember azt látja, hogy nem tud ezzel a hatalmas korrekcióval foglalkozni, amit a Tóra egyébként igényelne. Tehát, ahogy azt olvastuk, Bála Szolám egyik levelében is, ami egy különleges levél, ahol elmagyarázza, hogy hatalmas konfliktusok, háborúk vannak az emberen belül, miért elérjük az első templom magasságát. Mert ez egy nagyon erős kapcsolat, de nem tudjuk fenntartani, és ezért azonnal egy belső háború indult a belső Izraelen belül, és ez így volt a fizikai történelemben is, hogy borzasztó háború indult azért, mert az emberek nem voltak képesek a bína szintjét fenntartani, vagy annál magasabbra emelkedni, ezért elkezdtek zuhanni, és elkezdtek nem csak zuhanni, hanem elkezdtek elutasítani, és akkor a Tórát és a másképp kezdték el értelmezni. Tehát azt mondták, hogy elég, ha a külső cselekedet megtartunk, a belső cselekedetekkel nem kell foglalkozni, és hogy elegendő lenne az, hogy a viszonyulunk a Tórához úgy, hogy egymással is viszonylag jól bánunk, de
nem a megkívánt bölcsesség szintjén kapcsolódunk a Tórához, ez mondva van, hogy szeress fele barátod, mint önmagad, mivel ez a fajta vágyak, amik fölemelkedtek az emberekben, nem tudtak ezekkel mit kezdeni, nem tudták kezelni ezeket. Oké, mondja rám, na de akkor mit jelent az, hogy a valóságérzékelés, amit időperiódusunkban, tehát egyfelől mi látjuk, hogy sok ember elhagyja a vallást, a pedig csak másik ember pedig vallásosra válik. Ez mindig így lesz. Mert az emberek az igazságot keresik, és hol tudják megtalálni ezt. Nem találják meg a fizikai életükben, a spirituális életüket pedig a vallással keverik össze. Tehát ez logikus, amit csinálnak egyébként. Nekünk ezt nem kell megkritizálni, hát ők éppen ellenkezőleg. Nekünk az igazságot kell terjeszteni, amennyire csak lehetséges, és akkor az emberek ezt megragadják, amire tudják. Amit lehetne még ezen kívül mondani, magyarra? Tehát én nem vagyok annak ellenében, hogy az emberek vallásossá váljanak, vagy az életüket olyan módon ragadják meg, hogy ilyen fajta vagy amolyan fajta módon kapcsolódjanak össze. Itt mindig ugyanarról a dologról beszélünk. Tegnap volt egy beszélgetésem, például a homoszexuális közösség egyik vezetőjével. Miért kéne nekem ellenállni, ha ő beszélgetni akart velem? Az én szerepem a világban, mondja Rav, az az, hogy mindenkinek adjam meg a helyes vizsgálati lehetőséget a kabala alapján. Az összes többi dolog az ember döntésén múlik, hogy korrigálja magát ezzel, vagy nem. Én nem kritizálok senkit, én a saját munkámat kritizálom, hogy én jól viszonyulok a világhoz, és a terjesztést megtettem, amit megtehettem. Ennyi. Tehát még az antiszemitát, vagy náci emberekről beszélünk, mi azt tanuljuk, hogy minden rajtunk múlik, hogy lesz-e ilyen, ami a mértékben a mi terjesztésünk jól működik, ahogy fogjuk működtetni a világ belső korrekcióját, ugye? Tehát nincs okom arra, mondja Rav, hogy mondjam az embernek, hogy te nem vagy jó, nem jól csinálod a dolgokat. Hát persze, mindenkiben van rossz, főleg bennünk, ezt tanuljuk, ugye? Oké. Hát fiúk, lássuk, hogy mi nem haladtunk előre. És semmit sem fejeztünk be igazából. Hol vagyunk, mondja Rav? Hatos. Tehát a hatos bálat szólám a kabala bölcsességének lényeget. A kabalisták megalakítottak egy megfelelő szótárt, amely megfelelő volt a beszélt kabalista nyelvezetnek. Ez biztosította a számunkra, hogy egymás között úgy tudjanak beszélgetni a spiritas gyökerekről és a felső világokról, hogy miközben nem említették meg az alsó ágazatokat ebben a világban, mégis olyan úgy tűnt minden, mintha a fizikai érzékszervek és érzékelő dolgokról beszélnének. A külső megfigyelők, akik értették a felső gyökerek működését, azok valóban a fizikai ponton túlemelkedtek, mivel megtalálták önmagukban ezeknek a lenyomatát, és ilyen módon összes létező a megérinthető teremtésben, és minden szándék, azok jól definiált szavak és nevek formájában jelentek meg a kabalisták beszélgetésében, jelezve a magas spirituális gyökerekkel a kapcsolatot, habár ezek nyilván nagyon nehéz volt verbális kifejezéseket tenni spirituális helyekre, hiszen ezek felülállnak mindenképp elképzelt pontnak, mégis ilyen módon kifejezhették a magasztos, az ágazatok nyelvén keresztül a gyökerek magasztosságát, és így az érintető világ fogalmain keresztül tették elérhetővé a gyökerek leírását. És ez a beszélt nyelv természete a kabalisták között, amely által ők a spiritas elérést át tudták adni egyik embertől a másikra, generációról a generációra, mind írott szavakkal, mind beszélve, és ők teljes egészében megértették ezáltal egymást, minden
mégpedig a megkövetelt pontossággal tudták kutatni és megkiegyezni a bölcsesség leírásában, amely pontos definíciókat egyáltalán nem kellett, hogy elveszítsék ezáltal, és ez annyira így volt, mivel minden egyes ágazatnak megvolt a saját természetes egyedi definíciója, és ez az abszolút definíció jelezte a magasztos világokkal való gyökerek kapcsolatát. És nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a nyelv az ágazatok nyelve. Rav. Ez valóban nagyon magasztos dolog, magasztos téma, mivel, mondja Rav, így kellene a vágyainkat értelmezni, hiszen a vágyaink a betűk formájában ábrázolódnak, ahogy a betűk megjelennek az emberek számára. Tehát nem úgy, hogy valaki csak elrendezte ezeket, hanem az emberek számára feltárulhat a belső tulajdonságok a betűknek, amit a kabbalisták írtak betűknek, arról beszélünk. Tehát akik kutatják ezeket, azok nyilván ismerik a héber ABC titkait, és a kutatók még az egyiptomi hieroglifáknál is mélyebb összefüggéseket tártak fel a héber betűk között. Mivel ezek egy viszonyból, az edény és a fény viszonyából születtek, tehát nem lehet ez másképp. És a betűk idővel változtak is, mert a vágyaink is változnak, ezért a formák egy kicsit másnak tűnhetnek, és ilyen módon az aktuális erejük is másnak tűnhet. A potenciáljuk azonban nem változott. Tehát itt és ott változtak az ABC betűi, ezek érdekes és fontos leírások, de általánosan mondva, mi a kabbalisták írásairól beszélünk, ahol látni kellett, hogy minden kabbalistának volt egy különleges írásmódja, ugye a Bálaszolámnak, Rasinak, ezek a dolgok, amik így nyilvánulnak meg, ezek a lélek pontjának feleltek meg, és ezt a különbséget továbbították. Tehát van a 22 betű, amelyek összességében erőket továbbítanak a Malkut és a Binnak között. Mi ezt tanuljuk meg a Zohárból. Tehát van a 22 betű, plusz az 5 mancipak, anyabetű, és ez adja meg nekünk a feltárulási lehetőséget a fény és az edény működések között. Van az Addebina, ugye, amely mindig a Malkutra ereszkedik. Az Addebina, az 9 betű, még ha ez Zatnak minősíthető, ez mégis egy teljes parcufeje szutta, hiszen az Erempin a másik 9 betű, a Malkut pedig 4 betű. A Kuf, Sev, Res, Sintaf, és 5 kiegészítő betű van, a lezáró betűk, a Mancipak, melyek a Havaját reprezentálják, amelyek a párca fölött vannak. Tehát, ha ezeket összekapcsoljuk, 22 betűt, tehát 22 plusz az 5 lezáró betűt, együtt ez 7 betű, ezek pedig megadják nekünk annak a feltárási lehetőségét, hogy minden konverziót a fény és az edény között így ragadjunk meg. Tehát ez megint az, hogy a betűk hogyan kerülnek össze szavakká. Mi tanultunk egy kicsit erről a Rabbi Nona Szava levelében, ami a Zohár bevezetőjében van. Hamarosan fogunk erről majd tanulni, vagyunk ebbe a szövegbe, mélyebben. És. Én nem tudom, mit mondhatném még itt, ez annyira széles téma. A kabbalisták ők
a fizikai és spirituális erő közötti kapcsolatot tanulmányozták, azaz a kapnakarás formáit, amelyek majd mégis hasonlóvá válnak a fényhez. És minden egyes betű egy vágy, egy bizonyos intenzitással, ez nem a pénzre, meg a tudásnak az egyébre irányuló vágyaink ezek, hanem ezek spiritualitásra irányuló vágyak, ezek egy intenzitását adják a vágynak, semmi másról több, nincs itt többről szó, az intenzitás a vágynak, és az ő viszony az adakozáshoz nyilvánul így meg, tehát ez föl tud emelkedni a Malkut de Malkut szintjéről egészen a Bina szintjéig. A Malkut de Malkut valójában az egy fekete pont, és a Malkut és a Bína ilyen módon az a fény, tehát egészen a Bína Hazé magasságáig, és ilyen módon ezen belül egy belső sorrendiség jelenik meg, a 613 vágyat nyilvánít meg, amelyik önmagukat szervezik meg olyan módon, hogy hasonlóanak a fényhez. És ezért ők különböző betűkben, magasabb szintű és alacsony szintű betűkben nyilvánulnak meg, amelyek az erejük valóban egy, tíz vagy százas nagyságrendet képviselnek, de ezek mind a spirituális világból áradó dolgok, hogy a szűrő és hogyan tudja a szűrő visszavert fény a fényminőségét az edénybe bevarázsolni, az új edénybe, ami ezáltal létrejön. Ezek a jelei annak, hogy valami hasonló vált a fényhez. És ezért mondhatjuk azt, hogy a teremtő a betűkkel játszik, a tórával játszik. A tóra az alapvetően az összes betű és az összes betű kombinációja, amelyek valóban az első betűtől a bettől, az utolsó betűig, amely a lamed, ezek mind egyetlen stringbe vannak összefűzve, amely valami egy hosszú füzér, string, amely valójában azt az állapotot jelképezi, amit nekünk magunknak kell keresztül menni, amikor a vágyainkat föltárjuk, hiszen a betűk a vágyak. És akkor van, amikor elrejtést tapasztalom, van, amikor feltárást tapasztalom meg, tehát nekünk ezeket még tanulmányozni kell. De mondja Rav, természetesen az ember az kicsiny világ, ahogy ezt tanultuk, és tényszerűen ugyanebben a fogalomban kell, hogy az ember teszi az összes betűt. Tehát van a 22 betű. Tehát nézzük meg, annyira széles ez a... Lehet, hogy még majd néhányszor végig kezdem menni kisebb szekciókban. Tehát olvassuk majd el újra. Na, még egyszer olvassák ezt. Tehát még egyszer hatos idézet. A kabbalisták úgy találták, hogy létre kell hozni egy megfelelő szótárat, amely megfelel a beszélt nyelvnek. Ez képesítette őket, hogy egymás között képesek legyenek a spirituális gyökerekről beszélni és a felső világokról, alig említve közben az alul megérinthető ágazatokat és ezt a világot. És úgy, ahogy ezeket a fizikai érzékel érezzük. Akik pedig kívülről hallgatták, ezt megérhették a felső gyökerek és a fizikai ágazatok közötti kapcsolati pontot, mert ez egy lenyomatként jelent meg az alsó ágazatokban, és ez azért megérintett a teremtésnek az összes lény létezője, megszakította őket, tehát így van, tehát hogy beszéltünk erről, tehát mi azt mondjuk, hogy van a szűrő. Milyen fajta szűrőről beszélünk? Ez nem a mozinak az ernyője, amikor a film oda vetődik. Tehát mi a kapcsolatról beszélünk, a fény és az edény között. Tehát mindenféle dolog van itt. A parcufok neve, apa és az anya, a parcufi, az abave ima. Bármikor, amikor megragadjuk ezt a parcufot, akkor éreznünk kell, hogy a nyelvezet az úgy működik, hogy a kapcsolatot kell éreznünk ebben a világnak a szintjén, vagy a felső világ szintjén. Menjünk át a leckel következő részére, és énekeljünk először egy dalt. Ima ta magshiv
את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית